Köszöntöm a Farkas Verem hallgatóit. Mai műsorunk vendége Szerencsés Károly, történész, író, egyetemi tanár, akinek a legújabb könyvét tartom a kezemben. Magyarország világviharban halk párbaj az idővel. Ez egy szégyűjtemény. A magyar hírlapban jelentek meg ezek az írások, és most kötetben is eljutott az olvasókhoz. Hát nem egy vidám olvasmány. A értékes, fajsúlyos, de a pessimista világlátást érzek benne. Pessimista. Nem is tudom, tehát nem volt szándékom pessimista hangot megütni. Lehet, hogy én vagyok pessimista, és azt olvasom ki belőle. Ne, hát ez az egész helyzet sugalja ezt az érzést, amiben vagyunk, és ezek ugye az elmúlt másfél-két év írásai. Tehát nagyon váratlanul ért minket ez, a, ez az összeomlás, vagy ez a kihívás, vagy vagy ezek az elbizonytalanodások, amik vannak a napjainkban. Az a megsebzett béke. Azt hittük, hogy, hogy nem szembesülünk már olyan típusokkal, embertípusokkal, olyan, olyan döntésekkel, olyan helyzetekkel, amelyeket a 20. században megtapasztaltunk, azt hittük, hogy feldolgoztuk, azt hittük, hogy túl vagyunk rajtuk, és, és ez egy ilyen nagyon megdöbbentő érzés, hogy, hogy ez nincs így. Tehát, hogy, hogy jönnek elő ugyanazok a reflexek, ugyanazok az eszközök, az ember semmit nem változott. Mert azt az ember még el tudná viselni, hogyha, hogyha olyan változások jönnek, amiben nincs beleszólása, tehát föntről, magasról, mélyről, természettől, tehát ahhoz alkalmazkodik az ember, de legalábbis számomra a legelviseletetlenebb, hogyha, hogyha nyilvánvaló emberi agresszivitás, emberi mohóság, gyarlóság, hatalomvágy, és egyéb, sokszor már leszerepelt hozzáállások szabják meg a mindennapjainkat, és nem tudunk függetlenedni, akárhogy szeretnénk része vagyunk ennek az egész világnak, mint Magyarország is része vagyunk, és mint mindannyian nem tudjuk magunkat függetleníteni. Az első írás a búcsú a fegyverektől. Az tulajdonképpen felsorold azokat a konfliktusokat, amik most gyötörnek bennünket. A vágyaidat, vagy mindannyiunk vágyát foglalt be ebbe az írásba, és hát egyrészt nagyon pedáns felsorolás, másrészt pedig hát az aggasztó is. Például, hogy fegyver lett a szabadságjogokból, mondott te és az ember azt mondja, de hát, hogyha ezt ilyen le lehet írni, hogy fegyverlet a szabadságjogokból, akkor azok a szabadságjogok rendben is vannak. Aztán, hogyha elkezd az ember gondolkodni, olvassa, amit írsz, akkor rájössz arra, hogy rájön arra, hogy a legnagyobb hiátusok egyike, vagy a legnagyobb konfliktus források egyike, hogy fegyver lett a szabadságjogokból. Engem revolvereznek mások szabadságával. Igen, nincs harmóniában. Nincs harmóniában, ami pedig egy nagyon fontos dolog lenne. Mindannyiunk szabadsága, tehát vannak, akik és ez, ez is mindig így volt, szabadabbnak érzik magukat, feljogosítva érzik magukat, hogy értelmezzék a szabadság jogokat, és különböző Hierarchiákat állítsanak föl, és és megfelelezhetetlen. Véleményeket alkossanak, és akkor ha megfelelbezhetetlen, az már nem is szabadság. Az már, az már egy bélyeg, az már egy kirekesztés, és ez nagyon nehezen kezelhető. És úgy érzem, hogy ez egy tudatos lépés volt, tehát hogy, hogy a jogot, egyáltalán a jogot, és azon belül a különböző szabadságjogokat használják, egy ideig használják természetesen a kis hatalmi célokért. Hát ez, és, és és erre is azt mondtad, hogy nem érdekel. Hát, mint, mint hogy annyi mindenre azt mondtuk az életünkben. Hogy, hát, tovább sétáltunk. Csináljon, amit akar, nem érdekel. De, de az az igazság, hogy ha az ember a történelemben így egy kicsit nem is nagyon messzire kell visszamenni, akkor látja, hogy, hogy ez, már, ez már lejátszódott. Ez már volt, és ennek nagyon rossz lett a vége. Ugye? két dolgot idéznék. Az egyik, hogy egy nagyon sokáig megfölelvezhetetlen teóriának tűnt, hogy az egyén szabadság jogai addig terjednek, amíg a közösség szabadságjogait nem sérti. És úgy látom, hogy az a kukában van ez a teória, sőt a kuka legmélyén. Igen, minden, minden, minden változik, és, és tudod, az a, a, legnehezebb ebbe, hogy a kényszerek által változik. Nem, most nem azt mondom, hogy elvisznek, meg, meg bezárnak. Sokféle kényszer. Talán itt még nem tartunk Európában, de, de amikor, amikor a gondolataid kimondását már szezurázott belül, hogy ez ez még belefér vajon abba, a, 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 amit itt uh, hirdetnek, vagy vagy nem fér bele. És ha kimondom, annak lesz-e következménye? Milyen következménye lesz? Megbélyegeznek-e? Vagy akár súlyosabb következménye lesz? És, és így kezdődtek a dolgok mindig, uh, hogy uh, hogy akár eljuthatnak a legbrutálisabb gondolatterrorig is. És hát ezt átéltük, tehát mi itt Közép-Európában ezt érzékenyebbek vagyunk, mert, mert átéltük ezt. Átéltük, vagy átéljük? Látjuk, hogy, hogy, kezdődik, látjuk, hogy, hogy burjánzik ez a típusú törekvés. Én azért azzal kezdted, hogy pessimista. Én az egész egyszerűen nem hiszem el, hogy ez sikerülni fog, abszolút módon. Tehát úgy érzem, hogy felébred Európában, sőt Amerikában is az a, az vágy, szabadságvágy, ami, ami, leveti ezeket a békjókat. Ezért, ezért olyan veszélyes, hogy magát Magát ezt az emberi és európai kultúrát próbálják minden áron ellehetetleníteni, hogy, hogy el se jussunk odáig. És ha már van kultúra, akkor ugye ott van ez a népcsere, ami most már nagyon régóta tart. Tehát ezt migrációnak szokták mondani. Tehát, tehát egy kicserélni, lecserélni. Hát, Adinak van egy egészen döbbenetes írása a, a, a szá múlt század elejéről, hogy Franciaország Afrikába költözik, és Afrikából meg, meg Franciaországba költöznek és, és valahogy ő ezt, ezt megérezte, hogy ott valami valami nem stimmel, már akkor Most gondoljuk el ahhoz képest, hol tart. Adi komoly váltesz a komoly, komoly vagy érezte ezeket a dolgokat. Na most minden ilyen folyamat, azt mondjuk, te is azt mondtad egyszer, majd véget ér. De a végi mindig úgy szokott történni, hogy összeomlás van. Tehát mindamikor amikor kártyavárat építesz, egy darabig szebb, még szebb, magasabb. És egyszer csak összeomlik az egész, egész és ezt úgy hívják egyébként köznapi nyelven, hogy háború. És háború van. Tehát látjuk, hogy háború van. Kitört a háború. Ugye most még úgy tűnik, hogy messze van, de, de egyáltalán nincs messze, mert... Sose volt közelebb. Mert hatással van. A, minden percünkre hatással van ez a háború. Egyelőre nem lőnek itt, de de ez csak egy, egy véletlen egyelőre. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ez megkezdődött. Na most az, az egész emberiség próbálja az, hogy képes lesz -e ezt megfékezni. Tehát képes lesz -e értelmes módon kezelni ezt a helyzetet, ami már elmérgesedett, amit láttunk már százezerszer, de, de hát gondold el, mennyi művész, mennyi tudós, mennyi politikus, és mennyi, mennyi gondolat volt azon, hogy ez, ezen legyünk túl, ez többször ne forduljon elő. És, és én abban azért hiszek, hogy, hogy, meg tudjuk akadályozni, hogy ez, ez magával ráncsa az egész világot. Ugye lehetséges, hogy ilyen infantilis e, dolognak tűnik, de azért Micimackót idézném, hogy azt mondja, a Micimackó talán belesik valahol, vagy megkergetik a méhek, nem tudom. Hogy pedig egy perccel a nagybaj előtt még nem volt semmi baj. Ez egy történelmi mondás egy gyerekmesébe bár már amennyire mesek, egy persze, ami Cimackó, tehát egy perccel a nagy baj előtt még nem volt semmi baj, és most úgy érzem, hogy egy perccel vagyunk előtte. Sajnos sokan érezzük így, igen. Tehát ezért ez az ideges hangulat, tehát ezért ezek a megdöbbent arcok mindenhol, egész Európában. Na most miért még belefulladnánk itt a, 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 a saját vészterhünkbe, hogy már nagyon bennünket, azért a könyvednek a, a, a utolsó passzusa, hogy ez a, ez a magyar-lengyel összefogásról szól, a hidakat említi, ugye a, a krakói vízpartot, a, a Prágait és ugye Budapestit, a Lánchidat. És ez egy örök eszme, hogy itt ezek a közép-európai országok, inkluzíve Lengyelország, ugye az örök partner, mindig ahhoz húzzuk föl a többit is, vagy hűzzük föl, hogy ezek összefognak, és akkor megszépítik a világot. Tehát egy katalizátorra lesznek egy jobb Európának, vagy legalábbis a mi környezetünknek. Na most itt. Ez az írásod azt sugalja, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy. És ugye volt az a Visegrádi a, a négyek, amelyik most szétesni látszik, bár azt mondják az okos emberek, hogy majd visszafogálni, hogyha ez a háború megszűnik. Ha megszűnik. De azért ebbe benne van a reménység az írásodban. És ugye azért mégiscsak ez a vége a történet sornak. Hát igen, mert ezek személyesen is érintenek, tehát ez a könyv. Ugye az, hogy Magyarország világviharban ez az, az, az egyik vonulata, amiről kezdtük a beszélgetést, tehát hogy hogy, hogy áll a világ, és abban, abban a mi helyünk. De a másik ugye az az, hogy ebben mi élünk, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hogy ez nem egy, egy tudományos leírás, hanem az én érzéseimnek, a gondolataimnak a leírása. Tehát nekem ez a három város, ez teljesen természetességgel kapcsolódik össze. Tehát én otthon érzem magam mind a három városban, és most mondhatnék persze másokat, de alapvetően ezekbe, Bécsbe már nem érzem magam otthon. Valamilyen furcsa, tudom, hogy gyönyörű, meg de kicsit már idegenem. De ez a, ez a Prága, Krakó, ez, ez nekem nagyon az a lépték, az a, azok az emberek, azok az utcák, stb. ami. A, ami a szívemhez nőtt. És hát egyszerűen nem hiszem el, hogy az emberek döntő többsége nem így van ezzel, lengyelek, csehek és magyarok. És mégis, és mégis közénk verik az éket, de hát látom a szememmel, ahogy a kezében van a kalapács, és az éket verik közénk, szándékosan. Hát az alapvető ilyen ugye a trianon. Hogy, hogy abból aztán ugye nem jövünk ki soha. Gondolták, hát abból nem lehet kijönni. De én azt mondanám, hogy de jöjjünk ki. Hát értelmesen jöjjünk ki. Adják meg a jogokat az embereknek. Minden. Nálunk ez már természetes. Hát ha lakik pár szlovák familiát, a faluba ki van írva minden már, és ez így van jól. De ugye az az, az, az ég még azért ott van, mert, mert nem mindenhol működik ez így. És, és most is verik, hát mondod ezt a v hát, hát láthatóan verik, hogy a lengyeleket velünk szembe fordítani. Hol Teljesen azonos a történelmi tapasztalatunk, teljesen azonos a viszonyunk is, az, az nagy orosz hódításokhoz, teljesen azonos az elszenvedett sérelmek sokasága, stb. És mégis, mégis be tudtak verni, és, és még gondolkodó emberek is, neki mentek a lengyeleknek. Most, most! És nem gondolták végig, hogy ezt akarják, hogy hogy véletlenül se lehessen ez a térség egy egy együttműködő és ellenpólust is. Nem biztos, hogy kellenek pólusok, de de azért kulturális szinten minimum egy ellenpólust, azzal a nyugattal, amely nyilvánvalóan bajban van, hanyatlik, küzd. Már má az is veszélyes szerintem neki, hogy a magyarok összefognak két szláv állammal. Tehát ez egész közép-európai mahinációnak, ugye ez az egyik mozgató ereje, hogy itt van ez az ázsiai horda Európa közepén, befészkelte magát, elfoglalta ezt az ősi szláv területet, és akkor azt ki kell lökni, el kell pusztítani. Erre történik egy fordulat, hogy Magyarország két szláv állammal, echte szláv állammal jó viszonyba kerül, és ezt szemmel láthatólag idegesen fogadja a nagy politika. Igen, de ez rettentő, rettentő unalmas már, tehát meg átlátható, meg én nem vagyok hajlandó ezekből. Csabdákba már belépni. Tehát nekünk kellene. Tehát, és, és én szerintem ezt gyakoroljuk is. Tehát én 18 éves koromban elmentem síelni a haverommal Zakopánéba. Hát ez így van rendjén. Teljesen barátságosan fogadtak. Hát emlékszel a 70-es évek magyar, Lengyel viszony. Hát ez, ez csodálatos volt. Ügy, ugyanezt, ugyanígy voltunk Pofrádon is, tehát Szlovákiában. Ott se volt semmi probléma. Tehát ez élt. Hát Prágában rengeteget élményem van. Tehát működött. Ez, ez működött. Csak egy baj van, hogy amikor itt, itt elkezdenek, így így kombinálni, akkor nyugaton, de sajnos még, sajnos még itt Közép-Európában is sokan még mindig Thomas Garrigue Massarik szemével, vagy szemüvegével nézik a, a, világot. Úgy látnak minket. Meg Benes Edward szemével néznek minket. Nekik is el kéne ezeket felejteni. Jó. Tehát, hogy nézzetek úgy, amilyenek vagytok ti, és vagyunk mi. És teljesen azonosak az érdekeink, nagyon hasonló a kultúránk, a mentalitásunk, és egymásra vagyunk utalva. Hát ezt, ezt ideki felismeri. Most hál' Istennek elindult azért egy ilyen folyamat, tehát Magyarország, a magyar kormány, de maradjunk ennél a szónál, hogy Magyarország. Jó viszonyba került olyan szomszédokkal, akikkel azt is lehet mondani, hogy hagyományosan rossz volt a viszony, vagy, vagy ideges, vagy tartózkodó szervekkel. A horvátokkal is jóban voltunk, most tehát az inna ügyei megterheli a dolgot, de az ilyen pénzügyi és gazdasági vonatkozások azok előbb-utóbb úgyis megoldódnak. Valakit leváltanak, valakit kifizetnek. A a kereszténység, a katolicizmus az biztos összekötő kapocs, és ha elmegyünk az Ágrábi Székesegyházba, és azt látjuk, hogy Szent István meg Szent Lászlót, azt ők is szentként tisztelik, akkor tudjuk, hogy mi az erősebb vonal. De mondjuk a, a szerb, talán a a legjobb példa, a szlovákokkal változó egy kicsit, a szlovénokkal is, de minden ingadozás már egy magasabb szinten történik, tehát a klasszikus régi gyűlöletek, zsigeri indulatok, azok úgy látom, hogy eltűntek. Vagy illúziókban ingatom magam? Én azt mondom, hogy belőlünk eltűnőben vannak. Igen, mi már nagyon sok mindenen keresztül mentünk, és látjuk, tehát, mint nemzet, tehát egy nemzetnek is van kora. A múltját kell nézni, és hát természetesen azokat a tragédiákat is, amiken keresztül ment. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyarság, a magyar nemzet egy ragaszkodó típus, tehát ragaszkodik ahhoz, hogy a Kárpát medence, a magyarság hazája. De nem ragaszkodik már ahhoz, hogy ezt az itt élő népekkel szemben érvényesítse, hanem, hanem együtt, harmóniában élve, mint ahogy ezt egyébként ezer évig tették. Tehát ennek már van történelmi előzménye, tehát Erdély. Tehát úgy gondolom, hogy mi erre készek vagyunk, és ha, ha lesz ilyen fogadókészség a többi országból, akkor, akkor juthatunk igazán előre. Ott még néhol érzek problémákat, ugye? főleg Romániában, de, de máshol is időről időre előjönnek hangok, de, de minden azt sugalná, hogy itt a Dunamedencében ez se új gondolat, tehát, hogy egymásra vagyunk utalva, fogjunk össze, hiszen akkor tudtunk fejlődni, amikor itt volt egy, egy, egy államilag is megfogalmazott összefogás. Most a baj ugye, hogy most az osztrák magyar monarchiára gondolok, hogy, hogy az, az is ugye az összeomlás. Igen. És, és, a maga alá temetett minden, minden együttműködést is. Hát itt évtizedekig, sőt, hát azt mondhatnám, hogy évszázadig, az együttműködés megszűnt. Még akkor is, amikor egy politikai táborba zártak minket, tehát ilyen látszat együttműködések voltak, mint a KGST, meg ilyen fals szervezetek, de, de megszűnt. Tehát valahogy újjá kéne teremteni az összefogás kereteit is. És erre jó ez a V4, és jó lenne itt ki, kiszélesíteni egy kicsit Horvátország felé mindenképpen. De ez is egy nagyon régi gondolat, minden írásom lényege valahol a történelemben van. Tehát, hogy így, így, így Itália, akkor Magyarország, de abban benne volt ugye Horvátország és Lengyelország egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kordon szaniter a későbbi kifejezéssel, egy, egy egészségügyi övezet, amely elválasztja a belső Európát, akkor ugye a töröktől, az oszmántól. És hát ez, ebben persze mi pont a közepére kerültünk, mi pusztultunk a legjobban. És hát most is látok egy ilyet, hogy esetleg föl lehetne építeni, hogy hogy a hasonló problémákat azok az államok, amelyek a bőrükön érzik, azok, azok fogjanak össze, és az olaszok, hiszen a bőrükön érzik ezt a... Nagyon. Hát ez nyilvánvaló, de érzik a lengyelek is, ugye, mert nem csak délről jönnek. Úgyhogy... Az Olaszország alteste meg van sebezve. Meg. És, és abból nagy bajok lehetnek, tehát és visszatérve még a, 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 magyarságra, ugye annak idején Anta József híres mondása volt, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnök, és ezt kigúnyolták, ezt a mondását. Ezt majd, hogy nem vécépapírra nyomtatták, voltak időszakok. És hogy ez egy nagyon idejét múlt, mindent mondtak rá. Neofasiszta gondolat. És itt állunk ma 2022-ben, és én azt látom, hogy az Antal József összes álma közül talán ez tart leginkább a megvalósulás felé, hogy az elszakított területeken élők meg a diaszpórában élő magyarsággal olyan viszonyba kerüljünk, amely nem a revízión alapszik, hanem hanem a testvériségen, nem csak a magyar-magyar közti testvériségen, hanem a közép-európai testvériségen. Illúziókban ingatom magam? Hát nem. Mondjuk nem. jó hinni ebbe. Jó hinni ebbe, igen, és hát. És, 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 és meg is kell, hogy történjen. Mert ha nem történik meg, akkor minden egyes közép-európai nemzet, beleértve a magyart is, Atlantisként elsüllyed. Tehát nem, nem, tudja magát fenntartani. A miénk se. Mondod a 15 millió magyart. Hát igen, de az ember utána néz. Messze hogy, nincs olyan nyilvános. Nem bizony. Hol van az a, az a két millió erdélyből? Hol van a délvidéki? magyarság, tehát és mi lesz most Kárpátalján? Tehát ugye az ember ezeket végig gondolja. két Kárpát -alján. millió magyar eltűnt. Kárpátalján körülbelül az fog végbe menni sajnos, ami a horvátországi magyarsággal, ugye egy csomóan átjöttek a alatt Magyarországra, itt kaptak menedéket, és vagy visszamentek, vagy nem, de inkább nem. És a horvátországi magyarság tulajdonképpen már jelzésszerű, hogy úgy tetszik, és inkább csak az épületekben, a történelemkönyvekben, a relikviákban él. Persze most ezt én kikarikíroztam, de nagyon meggyengült. És attól tartok, ez vár a kárpátaljai magyarságra is. Igen, de most ne folytassuk. Mert... Eltemetjük Hát, hogy mi vár ránk? Ugye, mert hát ha most, a világ viharba kigondol, vagy kicsit kikandikálunk, hát akkor nagyon észnék kéne lenni, hogy egy ilyen nemzet, mint mondjuk a magyar, hosszú távon fennmaradhasson. És ez, csak ezt így kimondani, most, ahogy így kimondom, valami rémes. Rémes, mert, mert bennünk volt az, az egész történelmünk során a kicsi képesség, és volt egy dinamizmus, még a 20. században is, minden tragédia ellenére. Hát gondoljunk a Trianon utáni újjá, építésre, ami hát reménytelennek tűnt, és mégis, és nem akármilyen teljesítményekkel abban a... És aztán is, második háború után is, hát, hát, volt, volt egy, például egy demográfiai dinamizmus, és tényleg 10 millió, 10,7 millió magyar lett csak trianoni területen. És innen is eltűnt egy millió és határon túlról is eltűnt. Tehát ezek rossz folyamatok, nem jó folyamatok, de... Igen, de akkor, hogy kiráncsok magunkat ebből a, ebből a vészterhes gondolatkörből, azért nézzük meg Lengyelországot. Lengyelország sokáig nem is létezett, ugye tudjuk jól, hogy hát most talán nem élik ide ez a kifejezés, fölzabálták a környező nagyhatalmak. Lengyelországot, mindenki, aki arra járt, vitt belőle valamennyit. És, és most, ma Lengyelország európai középhatalom, mondhatjuk. Kicsit irigykedve is nézzük őket, hogy azért mekkora erejük van, mekkora tartásuk van, persze nyilván sok függ a, a földre, az a a lélekszámuktól, talán az is segíti őket, hogy szlávok, hogy visszakanyarodjak a kedvenc veszőparipámhoz. De azért Lengyelország fölemelkedése a totális bukás után azért az egy biztató dolog. Hát mert meg volt bennünk a gerinc. Ezért fontos a történelem, tehát, hogy ugye furcsán nézünk mi, hogy ők 39-ben Szembe szálltak a náci és a kommunista nagyhatalommal is, mert azok egyszerre támadtak rá. Gondolhatnánk, hogy minek, hiszen reménytelen. És szokták is így karikírozni, legyünk őszinték, hogy legalábbis az én tankönyveimben még. Ilyesmit emlékszem, hogy lo, amit te tanultál, amiből én tanultam. Igen, tehát, hogy lovas katonával a tanga, minden micsoda marhaság. Meg hát volt is a, a lengyel főparancsnoknak néhány furcsa mondata, hogy ha megtámadnak minket a németek, akkor Berlin alatt fogjuk szétszúzni a német hadsereget. Tehát a lengyelekben van Ö, van egy ilyen ö, Hári féle állapot is, de Fügyan van, a sötétben. van tartás bennük, ez kétségtelen tény, és az a tartás volt az, ami kifizetődik. Mert ezt a tartást nem vesztették el. Építették ott is a szocializmus, meg mindent, de például nem fordultak szembe a katolikus egyházzal, a nép. Tehát azt, azt még a kommunistáknak sem sikerült. Nem, és ott az egyháznak olyan bázisa maradta, amit láttunk a 80-as években, amikor a Szolidaritás Szakszervezet megszületett, hogy ez a két erő, ez az alulról jövő munkás tiltakozás és a katolikus egyház, hát emlékezz vissza, a, a hajógyáron kin volt a pápa hatalmas kép, és amikor aláírták a egyezmény, csak egy ekkora tollal írt alá Lech ami a második János Pál volt, és hát ez volt tart, tartás volt bennük, és ez nagyon fontos, hogy ez bennünk is megvolt, de sajnos erodálódott. És ebben a legnagyobb bűnös, én azt gondolom a Kádár korszaka, a szocializmus építésének. Az 56 utáni korszak nem is a rákosi. Mert rákosi annyira idegen volt, és annyira az erőszakra épült, hogy azzal szemben ott volt a népvi ellenállás, és ez meg is nyilvánult minden forradalmak legszebbikében az 56-os magyar forradalom. De az, ami utána jött, az a 30. Egy néhány év akaratzsbasztó, gerincsorvasztó, a léc alatt a kiskapukat kereső, na az volt a baj. Nemzetsorvasztó. Az volt a baj, és, és ezért van az, hogy Lengyelországban nem csökken a népesség, sőt, ellenben Magyarországon brutálisan csökken a népesség, hát 1980 óta, tehát nem, ez nem mai, mai probléma. De hogy mondjak még neked annyit, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, a, katolikus egyház nagyon fontos, bármilyen egyház, hit, az nagyon fontos, és Vincenti mondta, hogy ha 1 millió magyar lesz, aki minden nap imádkozik, akkor nem féltem a hazámat. Van-e most egy millió? Hát magyar? ez a nagy kérdés, hogy, hogy van-e, de ez átfordíthatnám úgy is, hogy ha egy millió magyar olvas, és az olvasást tovább gondolásra használja fel. Jó szerzőktől a, jó gondolatokat. Akkor sem Féltem a magyarságot. Csak az a baj, hogy ez, ezzel is gondok vannak. Tehát nem tudom. Visszatérve a lengyelekhez és a katolikus egyházhoz, hogy ez mennyire így van és mennyire fontos a hit, azért a lengyel ipari munkásságnak a tartását nagy részt ez adta. És a lengyel parasztságét is. Mert ugye a másik ilyen az ellenállás, a rezisztansz másik rétege a lengyel parasztság volt, amelyiket nem sikerült beterelni a kolhozokba, megőrizték a saját önálló paraszti tulajdont, és tulajdonképpen ez volt az a két, a katolikus vagy a hívő munkásság és a, a kis paraszti rétegek, a, amelyiknek a segítségével fölépült az új Lengyelország. Hát bizonyos autonómiát tudott fenntartani. Ugye, az, 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 amit nagyon jól tudtak itt is, hát se sikerült. A szabadság kiskörei mondják a, a tudósok. Hát, igen, de hát ha, ha én paraszt ember vagyok, és van húsz hold földem, akkor nekem dumálhatnak, amit akarnak. Hát ez, ez a kulák, ugye, itt, 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 és hát meg is semmisítették. Nem hagyták Kádárék. Sok mindent elhagytak, de ezt nem hagyták el, mert tudták, hogy, hogy ami meg tulajdon van, akár paraszti tulajdon, ott van egy autonómia, abból már szabad gondolkodás születhet. Például elmegy a templomba, nem fél elmenni a templomba, és ott mást hall, mint a szemináriumon, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ezek a, a, dolgok Lengyelországban kicsit másképp alakultak, és, és ezért ilyen erőteljes a szuverenitás iránti igényük is, de ez bennünk is itt van. Tehát mégsem sikerült ezt, ezt felszámolni. Tehát, mert Magyarország és Lengyelország ma is az a két állam, amely, amely megpróbálja egyébként igen nehéz körülmények közepette a, a szuverenitás azon minimumát, tehát ez nem az egész szuverenitás. De hát a minimumát föntartani, ami még garanciája a létének. Ugye hát ezeket föladjuk, akkor a létünk kerül veszélybe. Amikor ezt a beszélgetést fölvesszük, mert ez nem élőben hangzik el, kvázi élő mondja a szakma, tehát nem szoktuk kaszabolni rajta, akkor vagyunk túl egy olyan estén, amikor Magyarország harcba szállt a jogaért, a pénzért az Európai Unióban, és úgy tűnt, hogy nem reménytelen a dolog. Az elkeserítő, hogy harcba kell szállni ennyiszer, de úgy tűnik, hogy hogy egy klasszikus mondást idézek, paplacit nem lehet legyőzni. Tehát, hogy mégiscsak van értelme annak, hogy nem hódolunk be, hogy sarkunkra állunk. Hát persze, hogy van értelme, tehát embertípusokkal kezdtük itt a beszélgetést, vagy eszközökkel, tehát hogy az, az eszközök ugyanazok, tehát amit ránk akarnak kényszeríteni, abból két dolog következhet. Az egyik, hogy feladjuk önmagunkat. Tehát feladjuk a határainkat, feladjuk a nemzeti kultúránkat, és fokozatosan szépen arra az útra lépünk, amelyben Nyugat-Európa lépett, és hát látjuk, hogy ebből milyen konfliktus, konfliktusok lesznek. De, is, 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 de ott egy francia nép van, meg egy, meg egy német nép van, ezek sok tízmilliós népek hosszabb ideig tart, tovább tart, mint kisebbek. Franciáknak ez, Franciák nagyon erős a nemzettudat is. Erős a nemzettudat is, és, és ez nagyon bonyolult a, 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 folyamat, de tehát az egyik, ez az önfeladás, amit elvárnak tőlünk, de, de ezt nem, nem tesszük meg. Elvárták a szovjetek is. Tehát, hogy, hogy Kvázi ilyen szovjet emberek legyünk, meg, meg mit tudom én. De nem sikerült ez. Aztán be is látták, hogy ez, ez a magyarokkal nem megy. Mázlink volt a nyelvünkkel, ugye, mert, mert nem, nem, nem értette senki, meg lefordítani, hát bogyolult volt. Tehát, és a másik viszont a rossz, az szintén rossz forgatók, hogy ahogy ők gondolkodnak, tehát hogy, hogy ezekkel a zsarolásokkal, mint például a pénz, tehát a pénz, ami jár, ezekkel a zsarolásokkal, hát tulajdonképpen egy, egy teljesen egyszínű, egyakaratú, központból irányított rendszert építenek föl. És lehet, hogy a, a, tőke, meg a globalizáció ment meg minket, hiszen csak látniok kell, hogyha Magyarországot tönkreteszik, akkor tönkreteszik például a nyugat-európai autóipar egyik bázisát. Tehát azzal, azt tudom, ez egy ilyen sokoldalú dolog, tehát van színe is, meg visszája is, de Magyarország tönkre megy, akkor ez az egész, amit te szerveztek, hogy úgy mondjam, ezek a nyugat-európai iparágak szintén tönkre mennek. Igen, van is egy ilyen írás valahol, hogy bízom ebben én is, de valahol családkoztam, de abban is bíztam, hogy, hogy ezt a háborút nem engedik. De hát ugye annyi féle az érdek. Az tehát, amerikai érdek. Igen, annyi féle az érdek, és akkor az érdekek harcában, hát az amerikaiak már elkezdték már, a, nem tudom, emlékszel a Volkswagen, igen. Az, és aztán a többit is, tehát a német autóipart, tehát annyi érdek ütközik. Engem, engem egy kicsit az, az zavar, hogy hogy nem sikerült változtatnunk az országunk sebezhetőségén. Tehát, hogy kitettek vagyunk. Tudom, hogy ez is trianon, tudom, de, de nem sikerült. És ez a 30 év kevés volt, de ezen kell valahogyan változtatni. Ugye nincsenek nyersanyagok Magyarországon, tehát ez is egy függőséget jelent. Abszolút, igen. Tehát... Aztán a klasszikus magyar siker ágazat, az agrár ágazat. Na az másik, igen. Igen, de a Trianonnal olyan óriási területek vesztek el délvidéken, nagy gabona termelő, búzatermő vidékeken, hogy egyszerűen azzal, hogy körben nyírtak bennünket, a mezőgazdaság is hát sebezhetővé vált, aztán ami még megmaradt, ugye, mint a paraszt ember, amikor a jégverés után elkezdi csapkodni a maradékot, hogy a rákosi korszaknak a, 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 a teljesesítése az aztán még végképp betett. Tehát én azt gondolom, hogy hát ez így fog maradni. Társadalmilag a legnagyobb és legsúlyosabb hatás az az voltam a a falu szétverése, a falu szerkezetének szétverése, onnan az emberek elüldözése kvázi. Ez kulturálisan is, gazdaságilag is szörnyű következményekkel járt, és ezen nem változtatott a rendszerváltoztatás sajnos. Tehát, sőt, ugye még jöttek a, jöttek a pénzek, hogy ne termelj. Hát megállattuk a cukoripart, meg vágd hogy vágd ki. Igen. A, az ültetvényedet. Igen. Igen. És akkor. Magad alatt vágt. Hát, vágd ki. hát és, és ez így történt. És ez, és amikor most ez, ez a pénzről van szó, amin, aminek meg kellene jönnie, és reméljük meg is jön, abban ez mind benne van, hogy a cukoriparunkat elvette, de tehát már cukor, cukorrépát se vetnek mert minek, ha nincs cukorgyár. És, és, az alma, és a szőlő, stb. Tehát rengeteg a kárt okozta. Azért még az van, borok még vannak. Újra indul, igen, igen. Tehát újra indult más nívón, Na most szerencsére. Ugorjunk egy nagyot. De számomra a, a, a gyűjteménybe az egyik leg érdekesebb, hogy a felfedezés az utolsó koncert. Na most én, hiszem, hogy ez itt fontos, de azért meg elmondom, én is egy nagy rock barát vagyok, zene a koncertekre járok, amikor csak lehet, most csak két évig nem lehetett. De ez az amerikai koncert élményed, ez számomra egy fölfedezés. Mi is történt itt? Hát, uh... ugye itt egy Elvis Presley koncert van, és egy Led Zeppelin koncert. Igen, tehát egyiken se voltam. <laughs> Képzett riport. Igen, tehát bár egy fél Led voltam, mert a Jimmy Page meg a Robert Plant volt itt Magyarországon. Igen. De hát az már egy másik időszakban volt. Tehát nekem, nekem nagyon fontosak ezek ezek a az emberek, mert e, sokáig ők tartották bennünk a, a lelket. Tehát, és, és ugyanakkor ma meg, ma meg úgy látja az ember, hogy talán, talán itt valami félrevezetés is volt, a fene tudja. Többet képzeltünk bele, mint amennyi a szabadságot. Igen, és ezért, hát ezért sok minden kiüresedik. Ez, ez kétségtelen így van. De ez a kettő nem. Tehát ö, én nem vagyok egy nagy technikai ö, képzettségű ember, de, de azért hálás vagyok a, ennek a ö, technikának, hogy én elmehetek most ö, egy Led Zeppelin koncertre, vagy egy Elvis Presley koncertre, vagy bárhova. Két gombot megnyomsz. Két gombot megnyomok, és ö, és van olyan empátia értékem, hogy, hogy ott tudok lenni. Tehát, és ez megdöbbentő, hogy, hogy mi minden történik egy, egy ilyenen, és, és, én úgy láttam, hogy, hogy, hogy nagy, a, a, tehetség az engem mindig, mindig meghat. Tehát az... Tanárember vagy az egyszerű, néha, néha, még könnyezek is. Tehát, hogy ha, valami, akár népzene, akár, akár költészet, bármi, és, és ilyesmit látok én ezekben a, a, az előadókban, a rokonságot látok bennük, a tehetséget, a hatást, amit rám tettek, tudod, mert 1973-ban, kaptam egy lemezt, bakelit lemezt, a Led Zeppelin hármas lemezét. Most akkor 13 éves voltam, hát végig hallgattam, furcsa volt, nem értettem még. Akkor még a, nem tudom én, a Damien Rózsinak a dalai Bár voltak kendi. a kedvenceim, igen, a, a darabokra törted a szívem. Hát az 13 évesen az. <laughs> Na, <bocsánat. gül> Annak volt értelme. Azt megértettem, igen. Meg hát a fülbevászó volt. És akkor, és akkor úgy egyszer csak ugye a haverokkal föltettük, és, és nem is tudom, ki lecsúszott néhány feles is, és, és, akkor megnyílt, néha kell az, tehát, és akkor így megnyíltak a hangok, ö, megnyílt az egésznek az értelme, és és elvarázsolt minket, és mentünk a Dunaparton, a Bemrakparton este, ö, és volt ott egy kertmozi, csak ezt mondom így a hallgatóknak, ö, a Dunaparton egy kertmozi, egy Ugye egy, egy foghéjban volt, egy háborús foghéjban, egy, egy, tűzfal, azon volt egy fehér, fehérre festett rész, és arra vetítettek. És két ott volt egy idő, hogy a dal ugyanaz marad. Ez volt, mi ez valami szovjet, extrád, vagy mi a fene lehet. És akkoriban, tudom, emlékszel rá, a filmekből kivágtak egy-egy kockát, és azt kitették a, a, a mozi elé, hogy, hogy mégis mi. És akkor hát ilyen furcsa figurák voltak rajta, mint a Robert Plant meg a... Hát ne üljünk be. Hát, és beültünk, és az valami, valami megdöbb. Az a Madison Square Gardenben egy ilyen két és fél órás koncert, és hát az, az magával ragadott, és és érdekes módon ezek nem ürültek ki, nem ürülnek ki ezek a... Ezekben ma is érzem a szabadságot, a tartalmat, a, a, nem tudom én, a, a, az értéket. Azt a szabadságot hordozott tovább, vagy újra teremtődik? Vagy tulajdonképpen mindegy? Hát én azt hiszem, hogy azt. Tehát ami ami így kialakul tizenéves korban, ha kialakul, akkor azt hordozzuk egész életünkben. Egész életünkben, tehát lehet más helyzetekből is kiszippantani, de ha, ha akkor nem, nem, érint meg ez a szabadság, akkor, akkor már később-késő lesz. És és nem csak a szabadság, tehát tehát az ilyen misztikus dolgokra nagyon fogékony az ifjúság, és hát ez egy ilyen ez egy misztikus dolog volt. Az önpusztítás is, a 70-es évek, ez egy ilyen korszak volt, és valahonnan onnan datálódik bennem is ez a hát a félelem halálfélelem is. Ez nagyon korán megjelent, megjelent, bennem, még, még gyerekkoromban. Akkor néztem ki egy ablakon, bámultam a villamosokat, és, és valahogy a fény úgy, úgy érkezhetett az ablakra, hogy egészen biztos voltam benne, hogy a következő pillanatban Hátulról megölnek. Ó. Ezt, ezt én teljesen átéreztem a. És hát ott, 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 hát összeomlottam. És amikor, amikor láttam, hogy ez nem történik meg, akkor is fellélegeztem, és minden csak azt mondta, hogy még van egy kis idő. És az én... aztán később is előfordult, ilyen? meg nem fordult elő több ilyen, hanem, hanem már a valóságosan jött elő. Tehát 34 éves koromban rosszul lettem, bementem a kórházba, és az egy az őszinte orvos volt, és azt mondta, hogy hát ez ez gyógyíthatatlan. De mondta, utcult velem a feleségem, és gondolom, hogy úgy nézett rá, hogy valamit még mondania kellett, és akkor azt mondta, hogy de kezelhető. Tehát őszinte volt. Tehát ugye tönkre ment a vesém, és ez azt jelentette, hogy 34 éves koromban gépekhez kötöttek. Tudod, az azt jelenti, hogy öt órán át, vagy öt és fél órán át egy gép kivezeti a véredet, megpróbálja átszűrni, és visszavezetik beléd. És ezt minden másnap, öt, öt és fél órán keresztül kell csinálni, és így élsz. Tehát Azóta is? 34 éves koromba kezdődött de, és aztán szerencsére transzplantáltak. Ugye, tehát ami azt teszi lehetővé, hogy ilyen Géphez kötés ne, ne legyen. Tehát ez mind benne van minden írásomban. Ha talán pessimistának hangzik, akkor ez is az egyik oka, hogy, hogy akárhogy is a halállal együtt élek. Tehát nem, nem a halál riaszt, ahogy más sokan elmondták mert uh, azzal ki lennék békülve, hanem a meghallás, az az, az az most már nagyon riaszt. És főleg az, hogy, uh, hogy esetleg uh, közbe kellene avatkoznom. Ezek rettenetes gondolatok. Tehát uh, ezek is benne vannak. A, um, ezért ezért az Elvis Presley, tehát, euh, euh, tehát az ő halála, az, az megdöbbentő volt. Az, ez, ez, ez így, emlékszem. A így emlékszem rá, hogy, hogy M7-esen mentünk apámmal a Balaton felé, e, és a hír Magyarországon, a hírek bemondták, hogy elhunyt Elvis Presley. Érted? És nekem Elvis Presley semmit nem mondott, mert az 50-es években nem éltem. Nálunk nem volt rock élet. Az duma. Az ilyen, ilyen utóérzések voltak a 80-as években. Igen, ezt Meg hát a Scampolo játszott, meg a komárlaci. A komárlaci játszott elviszeket, ez kétségtelen. Jól is csinálta. Jól is csinálta, és az volt, de, de az tőlem távol, akkor már rok volt inkább. És, és, akkor mondom, mi ez? Hogy itt azt mondja, hogy Kádár János fogadta az a Todor Zsivko, és elvisz, Elvis Presley. Ez akkor ez egyszerűen megdöbbentő volt számomra. egy rá. bátor hírszerkesztő. <laughs> Biztos, igen. És, és aztán ugye hát nem láttam én az Elvis soha meg ugye a hang, az a filmjei, azok, azok nem, nem az én világom voltak. De aztán eljutottam az utolsó koncertre, és akkor láttam ezt az embert, azt az elképesztő tehetséget, azt az öniróniát, ami volt benne. Láttam a tekintetét, hogy néz, hogy látjátok, hát nem, nem, tudok már lehajolni ezzel, de, de a hangom halljátok. És a por és hom. És ez azt nem tudom, volt egy zenekara, 60 fős, és mindenkit név szerint bemutatott, már vége felé, tehát amikor már azt volt volna, hogy öt ember se tudja, hogy kicsoda, mindenkit név szerint, és mindenki játszott ott, és énekelhetett, mert volt egy 80 kórus, stb. És, és ő mindegyikbe bekapcsolódott. Tehát ugyanakkor egy hihetetlen alázatos ember is volt, tehát egy nagyon összetett figura, és ezek érdekelnek engem Ö, mindenhol. Tehát akikben van egy kis önirónia, van tehetség, de ugyanakkor van ambíció is. Azért van, amit nem lehet megkerülni. Szándékosan hoztam elő eddig. Azért a könyvre egy kicsit rányomja a bélyegét a feleséget halála és megjelenik benne, inkább így mondom. Egy hát kép, képzeld el, semmit. hogy ez úgy kezdődött, ugye ez a kötet, ez a Magyarország világviarban, ez a negyedik kötete azoknak az írásoknak, amelyek a Magyar Hírlapban megjelennek. És azok között az első írás, az a feleségem halálának a napján jelent meg. Tehát teljesen korán reggel halt meg, 53 éves korában. Ez, ez egyszerűen megdöbbentő volt, ha most mondom azt, ugye, hogy én meg 34 éves korom óta tényleg csak vonszoltam magam. volt úgy, hogy, hogy elképesztő körülmények közepette, és közben ő ment el. Hát ez, ez, ez fölfoghatatlan volt. És és mi ketten olyan szoros szövetségben is voltunk, szerelemben és szövetségben, hogy azt gondoltuk, hogy, hogy mi ketten pont elegen vagyunk. Pont elegen vagyunk, és képesek vagyunk mindent, amit akarunk elérni. És, a, és akkor történt ez. És attól a perctől kezdtem írni ezeket a kisírásokat, és, és képzeld el, hogy egy, egyre nehezebb. Tehát furcsa dolog, ez nyilván sokan érezték ezt már, hogy, hogy amikor rögtön ott van a, a halál, akkor még, még ott van veled az ember, még ott van úgy, hogy, hogy vannak feladataid. És most, mostanában érzem azt, hogy, hogy hogy egyre inkább beszippant az egyedül lét. Tehát, és ez egy nagyon nehéz érzés. Nehéz érzés, és, és egyelőre nem találok rá megoldást. Hány év telt el Földesi Margit halála volt? Hát 16-ban hunyt el, úgyhogy most már. Isten nyugasztalja Sokan őrzik emlékét, én is dolgoztam vele együtt. Kiváló történész volt. És jó ember. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Színség. És remélem, minél tovább fogjuk folytatni sokáig. Tehát én nagyon-nagyon optimista vagyok egyébként általában. És miért ne ebben legyek optimista, hogy még sokáig fogunk beszélgetni? Keres hallgatóink a farkasverem Mai műsorának vendége volt Szerencsés Károly történész, író, egyetemi tanár, akinek nemrég jelent meg a könyve Magyarország világ viharban, halk párbeszéd, halk párbaj az idővel, és hát erről beszélgettük meg a világról, meg sok minden egyébről. Várlak legközelebb is a stúdióba. Köszönöm Én szépen, beszélgessünk!